valamennyien ismeritek a betlehemezés népszokását, hiszen valamennyien résztvevői voltak a felső tagozatosok egy-egy alkalommal 5. osztályos korotokban, hogy megtanultátok. Én úgy éreztem akkor, amikor tanultátok, hogy nagyon élveztétek, és azt hiszem, hogy talán emlékként megőrzitek a szívetekben. És most azt kérem, hogy nagyon nagy szeretettel fogadjátok a mostani 5-eseket, az 5. A-osztályt, akik ugyanúgy készültek, és nagyon-nagyon izgulnak most. Utána egy nagy-nagy tapsra jutalmazzátok őket, hogy egy kicsit már nyugodjanak, jó? Szabad-e ötlelmezni? Szabad! Mennyből az angyal eljött hozzátok, szent neve. Ó, Uram Istenem, hogy kerültem én ilyen idegen helyre? Régen szándékoztam Betlehem mezeire. Hát anyájatokra kivigyázz, hogy a farkasok szét ne tépjék őket ízről ízre. Tőlem is elkapott egy híres lator bakot, ki a pusztában egyedül lakott. Tegnap este kesekecském, gulyásvérrel, farkasvérrel kutyában lavott. Dicsértessék az Úr Jézus szentséges szent neve! Teljességgel én is meguntam már azt a sok csatrangolást, batrangolást, hitvány kosok után való furfangolást. Nekem is jól esne egy kis nyugvás, ha mai gazdám fogadna helyettem mást. Ó, Uram Istenem, hogy kerültem én ilyen idegen helyre? Már régen szándékoztam Betlehem mezejére. Akkor át szökkentem az Úrnak az ajtajában, hogy majdnem a 360 esztendős lelkem is kiszakadt a forkosi nyelv. Mi? Mi is az a lárva történt köztetek? Tán a világ dolgairól intézkedtetek? Az évesen volt valami olyanom. Farkassal verekedtem. De megállj, farkas! Az éjjel még bosszulat állom. Hát te szegény öreg, én szem, falszem, és sok eleven kecskét, srácsét, feles, fráncsét, rossztál. Ej, de hogy kis pajtás, nem látjátok, hogy itt köztetek állok. Holnap reggel újra itt, útnak indulok, kicsit megnyugodok. Hát anyájatokra kivigyázz! Magsus pajtás, jól győz. Glória, 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 pásztorok, keljetek fel! Kórot hívnak kaszálni. Pásztorok, keljetek fel! Kórot hívnak kaszálni. Pásztorok, keljetek fel! Kórot hívnak kaszálni. Kórot kaszálni. Kis Jézus született, azt megyünk imádni. Pásztorok, keljünk fel! Miért születtél ilyen hidegbe? Miért nem nyáron a melegbe? Mivel ilyen hidegbe születtél, meg foglak ajándékozni egy erszény pénzecskével. Ó, édes kis Jézuskám, miért születtél ilyen hidegbe? Miért nem nyáron a melegbe? Mivel ilyen hidegbe születtél, meg foglak ajándékozni egy kis idhácskával. Ó,
édes kis Jézuskám, miért születtél ilyen hidegbe, miért nem nyáron, a melegbe? Mivel ilyen hidegbe születtél, meg foglak ajándékozni, Juhónak szőréből, bőréből varratok egy kis puntáskát. Na számás susom védelek, mint félistásunk, együtt vigadjunk, hurvédóba táncolunk, ajándékozunk, hagyjuk a kis Jézuskának, a kis Jézuskának. A kis Jézuskának, hurrédóba táncoljunk, ajándékot itt hagyjunk, a kis Jézuskának, a kis Jézuskának. Hát ti csak is szakasztok, az én szakállamról meg sem emlékeztek? Nesze fajtás, te is így áll egyet! Tekints arra a vén koredóra, én is ráköszöntök Maksus társamra. Most rázintottam bundácskámnak szőrét, most tapintottam csutorámnak száját. Nesze öreg, így áll egyet! Ittam most meg nem is. Oly, hamar elkaptam számtól a csutora száját. A fogam utának a csutorának. Úgy meghallotta a számot. Hallgass, te vén szatyor, mert ha botomat kapom, úgy megtapogatom hasadat, hátadat, hogy két arasznyira ugrálsz a földtől. Látom, látom, a gazdasszony forgatja a kincses láda kulcsát. Talán azt a sok Máriás huszasát, mint reánk osztogatja. Hát azt a sok készpénzt, pirított pókahúst ki eszi meg? Egye meg az öreg! Egyétek meg, mind tötösségesen. Meg is ennék, ha a gazdasszony adná egy darab szalonnát. Testünk, lelkünk is jobban ahhoz húzna. Elhiszem, hogy megennétek. Három esztendős kocsit, vörös vagy ma egy kis jó pásztoroknak volna jó. Pásztoroknak volna jó. Hogyha adna valaki,